Számtalan jó hírt kaptunk a Balatonról, de mik azok a horgászrendi változások, melyek keretet adtak a sikeres munkának? Az idei év kezdetével módosítottunk a balatoni horgászrenden. Ezt a módosítást korábban tavaly ősszel nagyobb egyeztetések előzték meg a horgásztársadalommal, horgászegyesületi vezetőkkel, szövetségekkel, MOHOSZ részéről, és ebben az együttműködésben jött létre az új balatoni horgászrend. A pontjainknak a többségén módosítottunk. A módosítások okai azok egyrészt a hallgazdálkodási törvény megváltozása, másrészt a cégvezetésében történt szemléleti változás, valamint a halőrzés igényei szerint, illetve az új horgászmódszerek térnyerése miatt kellett módosítanunk a egyes horgászrendi pontokon. A behúzást vezettük be, ez volt talán egyik legnagyobb hatású pont. Emellett, ami nagy visszhangot váltott ki, és talán elsőként jelentettük be, mert ugye az idei évtől más vizeken is, például a Velencei tavon is vezettek be kvótát, de először mi voltunk azok, akik ezt bevezettük, bejelentettük, és egyáltalán a közvéleményt utároztuk, hogy szeretnénk ilyet a Balatonon. 100 darab darabszám korlátozása védett halat lehet csak fogni az idei évtől a Balatonon egy engedéllyel, utána van lehetőség új jegyet váltani. Ezzel úgy gondoltuk, hogy azok a horgászok, akik többet vesznek ki a rendszerből, rá vannak kényszerítve arra, hogy többet is fizessenek be ennek fejében. Ez meg is történt, idén már többször, több alkalommal jelezték nálunk a betelt fogási naplót, illetve a betelt kvótát. Az első ilyen horgász májusban jelentkezett már, főleg ponttyal töltötte föl ezt. De most így a sülőszezon kezdetén már jöttek olyanok, akik a sülőszezonra gondolva már új jegyet váltottak, mert megbetelt nekik az eddig a sülővel pontja vegyesen a fogási naplójuk. Láttuk korábban a fogási naplók alapján, hogy igen szűk réteg, aránytalanul nagy mennyiséget fog meg a Balaton halaiból, ezért is gondoltunk erre a kvóta bevezetésére. Másik nagyon fontos horgászrendi újítás az, hogy a halőröknek a munkáját segítettük azzal, hogy videófelvételeket készíthetnek a szabálytalankodó horgászokról, nyilván nem bárkiről, csak akkor, hogyha gyanú merül fel, bűncselekmény gyanúja merül fel. Emellett, ami nagy visszatartó erejű volt, az a horgászrendi pontunk, hogy kirívó szabálysértés esetén, vagy pedig ismétlődő szabálytalankodások esetén a horgászt hosszabb időre eltilthatjuk a balatoni területi jegyváltásától. Ugye itt fontos kitérni arra, hogyha valaki hallgazdálkodási törvényt sért, akkor az állami jegyét vonja be a hatóság, valamint kiszab valamilyen pénzbírságot. Több esetben az elmúlt időben azt tapasztaltuk, hogy ez nem volt talán elegendő, eléggé visszatartó erejű. 3-4 hónapokra vettek el illetőktől engedélyt, állami jegyet, és utána válthattak újabb balatoni területet, és ugyanúgy folytatták az illegális tevékenységüket. Itt egyes esetekben akár 5-10 évre, bűncselekmény esetén akár 10 évre megtagadjuk az illetőtől azt, hogy Balatonra területi jegyet válthat. Hiába kapja vissza az állami jegyét, mi nem adunk neki területi jegyet. Ugye itt a kiemelt kirívó szabálytalanságok a bűncselekmény, tehát orvfalászat, gerebézés, állatkínzás vétsége, valamint ami korábban nem volt a halgazdálkodási törvényben szabályozva, de most időközben behozták, az élő használatának a tiltása. Ugye nálunk a Balatonon hírhetten ismert volt sajnos néhány csoportnak a tevékenysége, akik arra irányulva használták a bojlis módszert, hogy élve szállítsák egyes horgásztavakba a nagy testű kapitális pontyokat. Itt, hogyha valakit ezen tetten érünk, idén volt is erre egyébként egy példa, attól 5 évre tiltjuk meg a balatoni jegyvásárlásának a lehetőségét. De bevettük ebbe például a többbotos horgászatot is, ott hagytunk egy kis rugalmasságot 1-3 évig terjedő eltiltással, attól függően, hogy hány bottal lépi túl a szabálysértést, a tilalmi idővel védett halakat, illetve hát a süllőt, a darabszámkorlátozás, hogyha több mint 3 darabbal kapják el az illetőt, akkor ez is kirívó szabályszegésnek minősül, valamint az ismétlődés. Ugye, hogyha valakit már másodjára, harmadjára kapunk el, akkor szintén 1-5 évig terjedően eltilthatjuk a területi jegyváltásától. Nyilván soknak ez nem tetszett, de úgy gondoljuk, hogy aki becsületes, az nem fog szót emelni ezen a változás ellen. A többség örült neki egyébként. Nagyon fontos újítás az, hogy a gyermekhorgászjegynek a jogkörét kibővítettük. Ezért a gyerekjegyet, ami igen kedvezményes áru, 1500 forint csupán egy évre, ennek a jogkörét kibővítettük úgy, hogy a gyerek bármilyen horgászmódszerrel, akár pergethet, fenekezhet, akár még vitorlásról is horgászhat. Ennek köszönhetően a gyerekjegyeseink száma a 7. hó végéig, tudjuk megmondani most, 1300 fővel nőtt, 5201 néhányról 6501 néhányra. Tehát ez egy jelentős változás volt. Minden tőlünk telhető úton, módon próbáljuk a gyerekhorgászokat támogatni, mert tövék a jövő, és úgy gondoljuk, hogy jobb helyen vannak a vízparton, mint a számítógép előtt.